Mándi Iván, Robin Hood A király vadászai Nem, hát Robin nem is tudott szebbet elképzelni, mint egy ilyen gyönyörű erdőben barangolni. A fák levelein átsütött a puha, aranyos fényű délutáni nap. A madarak daloltak, és mindez olyan szép volt, olyan vidám, hogy Robin Hood énekelni kezdett. Egy régi-régi vadászdalt énekelt, amit még az apjától tanult közben megsimogatta pompás íját, meg vadászkését. Ezek voltak a cimborái. Rajtuk kívül aztán nem is volt senkie. A szülei meghaltak, és a rokonai igazán nem sokat törődtek vele. Megzörrent az egyik bokor. Hatalmas, szélesvállú férfi állt Robin Hood előtt. Ruhája cafatokban lógott, félszemény kötés. Robin megállt, az íjához kapott. Ki vagy, mit akarsz? Bújdosó vagyok, és csak arra voltam kíváncsi, hogy kidalol ilyen vidáman. Kinek van még kedven nótázni? Ne félj, semmit sem akarok. Hagyd az íjadat. A normannok elől menekültem pajtás. Fölégették a házamat, a feleségemet elhurcolták. De egyszer még bosszút állok a norman kutyákon, mondta és megrázta az öklét. Te is menekülsz? De nem, hiszen akkor nem dalolnál. Jó helyen jársz éppen, mondta Robin. A Sherwoodi erdő a királyé. A király vadászai biztosan megvédenek. Az idegen legyintett. Nem sok jót hallottam a király vadászairól. Iddel nem szeretnék velük találkozni. De azt tudom, hogy a servúdi erdő tele van bujdosóval. Őket keresem. Gondoltam, talán te útba igazítasz. Én bizony nem láttam őket, csóválta a fejét Robin. S elszomorít, hogy így beszélsz oroszlán szívű Richard vadászairól éppen hozzájuk megyek. A vadászokhoz. Azokhoz. Én is királyi vadász szeretnék lenni. Ez minden vágyam. Akkor aztán a cimborákkal együtt járhatom ezt a gyönyörű erdőt, hogy vigyázzak a királyi vadakra. Mert tudod, csak az erdőt szeretem, a vadászatot. Akkor hát nincs dolgunk egymással, mondta az idegen. A következő percben eltűnt a bokrok között. Egy darabig még hallani lehetett, ahogy megzőrrennek körülötte az ágak, aztán megint csönd volt. Robin továbbment, de már nem énekelt. Nem, hát ehhez aztán semmi kedve se volt. Elszomorította az idegen. Elkergették a házából, és most menekül, mint az űzött vad. Ó, mi csoda élet! Nem csoda, ha elkeseredett, és még a király vadászairól is rosszat mond. Pedig azok biztosan megvédenék. Ohó, amott egy szarvas! Robin az íjához kapott. Aztán elmosolyodott. No, még csak az kéne, hogy lelőjem ezt a vadat. Akkor aztán biztosan fölvesznek a királyi vadászok közé. Hiszen aki elejt egy királyi vadat, kötérre kerül. Éppen ez lesz az én feladatom is, hogy elcsípjem a vadorzókat. De mit is mondott az idegen? A servúdi erdő tele van bújdosókkal. No, majd szólok a fővadásznak, hogy oltalmazzuk meg ezeket a szerencsétleneket. Megállj, egy lépés se tovább. Hét-nyolc sisakos férfi állt előtte. Mintha a földből nőttek volna ki. Az egyik sisakos vállán ezüst kürt csillogott. Robin csak nézte őket. Milyen ragyogó vitézek. Ezek biztosan a király vadászai. Nem sokára ő is ilyen pompás sisakot kap. Ki vagy? kérdezte a kürtös. Robin Hood. Szüleim meghaltak, egyedül vagyok, mint az ujjam. A kürtös nézte egy darabig, aztán azt mondta. A sípkádat nem tudod levenni, ha a királyvadászaival beszélsz? A derekad se hajlik? Azt hiszem, nem árt, ha megpuhítunk egy kicsit. Robin Hood lekapta a fűző csapkáját. Mélyen meghajolt. Bocsássatok, meg nemes vitézek. Tudjátok, én még egy kicsit faragatlan vagyok, hiszen senki se tanított. Elég a fecsegésből. Arra felej, mit keresel itt. Nottinghambe megyek. Királyvadász szeretnék lenni. A kürtös a füléhez tartotta a kezét. Elvigyorodott. Tessék, mit beszélsz? Jól hallottam. Mond csak még egyszer. Királyi szeretnék lenni. A kürtös csípőre tette a kezét. Végignézte Robint. Aztán a társaihoz fordult. Jól nézzétek meg. Íme a legpompásabb királyvadász. vadász. Éppen rávártunk. Férfi kell ide, nevetett egy nagy bajuszos vadász nem ilyen poros fülű. Milyen fűzöld ruhád van, igazán előkelő. De hiszen zöld ő maga is, olyan tejfeles képű. De azért van ám íja is. Nézzétek csak, meg tőre. Jól fegyverkezett. Aztán mit csinálsz azzal a törrel? Almát hámoz. Az erdő csak úgy zengett a nevetéstől. Robin Hood lehajtotta a fejét. Miért csúfolnak, gondolta? Miért? Aztán fölnézett. Vitéz kapitány, mondta a kürtösnek. Az én nyelvem nem forog olyan jól, mint a tiétek, de tegyünk egy próbát. Jelöljetek meg egy célpontot, és ha eltalálom... Aha, nevetett a kapitány, be akarod bizonyítani, hogy mit tudsz. Hát rajta, nem bánom. Aztán mi a tét? A fejem, pénzem nincs. Ha nem találok a célpont közepébe, vesztettem. A fejeddel játszol, fickó. De jól van. És a cél, a cél... Körülnézett. Hirtelen egy távoli pont felé bökött. Ott a cél! Szarvas csorda tűnt fel a tisztáson. Az élen egy gyönyörű agancsos. Robin Hood leemelte a válláról az íjat. A tegezből előhúzott egy nyilvesszőt. Megfeszítette az íjhúrját. A vadászok hátra léptek. A kürtös oldalba bökte a harcsa bajuszost. Nem remeg a keze. Talán mégiscsak tud valamit. Mindjárt meglátjuk. Robin oda se figyelt, előre lépett. Kicsit nagyba megy a játék, de talán csak nem lesz baj. És ha kudarcot val, egy fabatkát se ér az élete. Célzott. A nyilvessző zizegve suhant az agancsos felé. Az fölkapta a fejét, szökkent egyet, és a következő pillanatban a tisztásra rogyott. A nyilvessző szíven találta. Csönd volt. A vadászok az elejtett szarvast nézték, aztán Robint. Mesteri lövés volt. Robin Hood kihúzta magát, elmosolyodott. Arról nem beszéltetek, hogy mi a jutalmam. Nos, hát én nem kérek pénzt, nem kérek ajándékot. Fogadjatok magatok közé. Azt hiszem, most már igazán bebizonyítottam, hogy tudok az íjjal bánni. A kapitány végig simított az állán. Elvigyorodott. Bebizonyítottad. Nagyon is bebizonyítottad. És aztán, hogy mi lesz a jutalmad? Akasztófa! Robin Hood arcáról eltűnt a mosoly. Tréfász, vitész kapitány. Istenemre nem. Lelőttél egy királyvadat. vadat. Bizony kötelet kapsz érte. És most már azt is tudom, ki volt az az orvadás, akit hetek óta hajszolunk. Kipusztította a király vadjait. Ki miatt szid örökké a Natingemi városbíró. De most már azt hiszem, nem marad el a jutalmam. Nézzétek csak a fűzöld ruháját. Olyan, mint az erdőszíne. Ravasz fickó vagy. De most az egyszer csapdába estél. Akkor felharsant a vadászok kapitánya. Kötözzétek meg! Robin egy kétségbe esett védekező mozdulatot tett, de hiába. Nem bírta túl erővel. A vadászok leteperték, megkötözték. Az egyik még jól bele is rúgott. Egy kis kóstoló a jutalomból. Miért bántotok? dörgő nevetés volt a válasz. Ne rángasd a köteleket, fickó, mondta a kapitány. Hiába erről kötsz. A királyi vadászok tudják, hogy kell megkötözni egy ilyen bitangot. De nem tudják, hogy mi a becsület. Mi az, még sértegetsz? Betapasztom a szádat. Most aztán gyerünk, ne vesztegessük tovább az időt. Adlássa a városbíró a zsákmányt. Egy vörösorú vadász előugrott. Kapitányom, ne feledd el, hogy egy kiváló íjást viszünk a városbíróhoz. Ilyen kopott gúnyában? Nem, nem. Egy nemes vitéznek fényes ruhajár, úgy bizony. Nem értelek ned. Megnyúzzuk a szarvast. Aztán majd belebújtatjuk ezt a nemes lovagot. Remek fickó vagy cimbora, nevetett a kapitány. No, fiúk, egy-kettő nyúzzátok meg a szarvast. Mélyen meghajolt Robin Hood előtt. Egy kis türelem, vitéz uram. egy kis türelem. A királyi szabók már dolgoznak a ruhán. Aztán elindulunk Nottinghambe. Tudom, nagyon szeretne már találkozni a városbíróval. Robin rántott egyet a kötélen. Ez aljasság, így elbánni velem. A kapitány gúnyosan bólogatott. Vitéz uram, egy kicsit türelmetlen. No de mindjárt kész a ruha. Hé, hey, fiúk, mi lesz? Meddig várjon még hős Mindjárt, kapitányom, egy perc! A vadászok gyorsan lefejtették a szarvas bőrét. A nyak és végtagok helyén kerekre vágták a bőrt. Így legalább belebújhat a lovagúr, bolintott Ned. Tessék parancsolni, elkészült a lovagi ruha. Így aztán már mehetünk a városbíró úr elé. Megfogták Robint, és belebújtatták a szarvas bőrbe. Robin vadul kapálódzott, de hiába. A kapitány aggodalmaskodva csóválta a fejét. Talán szorít egy kicsit az öltöny? Ejnye, ejnye. No, de legalább testhez álló. Hiszen mérték után csináltuk. Mindjárt megkapja uraságod a nyakra valóját is. Soha elegánsabb legényt. Robin behunyta a szemét. Most már nem menekülhet. Ó, nagyon is jól tudta, mi vár rá Az orvadászoknak nincs kegyelem. Látott ő már ilyen kivégzést. Csak minél előbb végezzenek vele, hogy ne szenvedjen sokáig és még ezek a vadászok védenék meg a szegény bújdosókat. Bizony igaza volt az idegennek, hogy menekült a király vadászai elől. Érezte, hogy megfogják a vállát. Aztán egy durva hang. Hogy vigyük Natingenbe? Ez aztán igazán egyszerű, mondta Ned. Az biztos, hogy egy ilyen úri vendég nem mehet gyalog. Gondoljátok csak el, a városbíró sose bocsátaná meg nekünk. Ej, ez az agyafúrned Ned, megint valami nagyszerű dolgot eszelt ki. – Hogy vigyük? – Hinton. – Hinton. – Azám, hiszen nem olyan messze dolgoznak a favágók, és mindenki tudja, hogy fatal púszára teszik a rönköket. A kapitány hátba vágta Robint. – Megszánkoztatunk, Vickó! – Mókás ijedtséggel meghajolt. – Bocsánat, lovagúr, bocsánat, hogy egy szegény vadász így mer bizalmaskodni. – Pet, kerítsd elő a favágókat! – De gyorsanám! Egy ilyen magasrangú vendég nem várhat sokáig. bet elinalt, és pár perc múlva már vissza is jött a három favágóval. Kutya fülőek, harsogott a kapitány. Magas vendéget vihettek a hintótokon, Robinra mutatott. Na tingenbe visszük. Egy fehér bajuszos favágó előlépett. Lekapta a sapkáját, meghajolt. Hogy vigyük nemes kapitány, hiszen nincs lovunk. Nincs lovatok, nevetett a kapitány. Hát majd ti húzzátok a szánt. Csak gyorsan-gyorsan semmi fecsegés. A nyakatok közé csördítek. Az a fickó ugyanis nagyon harciasan néz. Majd megnyugtatom egy kicsit. A fiatal favágó a kapitány szeme közé nézett. Arca kipirult, és igazán úgy látszott, hogy a fővadászra akar rontani. Ha föl is négyeltet a kapitány úr, akkor is megmondom, hogy nyomorult dolog ez. Embereket befogni, mint a lovakat? és ha még mind a hárman fiatalok lennénk. De nézze meg az apámat, nézze meg az öreg ellenapót. Ők húzzák a szánt. Elég volt, hitvány Pimasz, rivalt rá a kapitány. Talán elfelejtetted, hogy kivel beszélsz? Minnyájan emberek vagyunk, kapitány úr. Még egy szó, és szétlocsantom a koponyádat, szájas kölyök. Egy-kettő indulás. A fiatal favágó még akart valamit mondani, de az apja megfogta a karját. Nyugalom véli. Így hát a favágók megfogták Robint, és a szánra kötözték. A kapitány megcsördítette az ostorát. A két öreg lesz az igásló, te pedig, fickó, majd tolod a hintót, úgy, hogy csak feszíts neki a válladat. Ez a te dolgod, nem a fecsegés. És a szán elindult a fűben. Indul már a nemesvitész hintója, csattogtatta ostorát a vadászok kapitánya de ez a két vén gebe ugyancsak lassan mozog, majd a nyakuk közé csördítek. A síkos füvön még csak ment valahogy a szán. Később hepehupás lett az út, és Robin az egyik oldalról a másikra bukott. Összekötözött kezét arca elé tartotta. Körülötte véres volt a szán durva fája. Ordítani tudott volna a kintól. Összepréselte az ajkát, hát nem, inkább meghalt, de nem jajgat. Ez az aljas söpredék csak örülne. Rajta ugyan nem nevetnek. A szán nagyot zökkent, megállt. A fiatal favágó felemelte izzadt arcát. Kegyetlenség ez kapitány. Legalább a két öreget kímélje. Mióta felesel egy igásló? harsogott Ned. No nézd, csak már a lovainak se parancsolhat az ember. A kapitány a fiatal favágóhoz ugrott. Már megint jár a szád. Már az előbb is el kellett volna látnom a bajodat. Az ilyen népséggel nem lehet óriázni. És az ostorával kétszer arcul vágta a fiút. A favágó arcát elöntötte a vér. Keze fejével megtörölte az arcát, aztán a tőréhez kapott. Akkor felkiáltott az apja. "Vildi, mit csinálsz? Annyi kétségbesés volt ebben a kiáltásban. Annyi elnyomott fájdalom szakadt föl belőle. Villi az apjára nézett, keze lassan lecsúszott a tőréről. Igazad van, apám, hogy is emelhetnék fegyvert ezekre a vitéz és nemes lovagokra? Mert Istenemre mondom, hogy azok. Meghajolt, szája gúnyos mosolyba görbült. Tisztelet a szegény nép védőinek. A kapitány egy türelmetlen mozdulatot tett. Elég a fecsegésből. Örülj, fickó, hogy ilyen könnyen megúsztad. Még egy szó, és lógni fogsz apáddal együtt. A két öreg és villi neki feszült a szánnak. Csak tovább, tovább nincs megállás a vadászok ostora pattogott fölöttük. Ó, szép zene ez, és a szegény favágók jól ismerték ezt a zenét. Csak egyszer le tudnék számolni veletek, gondolta Vili. Csak egyszer vissza tudnék valamit fizetni a sok megaláztatásból. Sóhajtott egyet, és csak tolta a szánt. Az egyik vadász felkiáltott. Ho, fiúk, megálljunk! Csapszék! Az már igen, bólintott a kapitány. Iszunk egyet a pompás zsákmányra. Meghajolt Robin Húd előtt. Ugye nem haragszik nemes vitézem, ha megvárakoztatjuk egy kicsit? Na nem kell sokáig várni. Ó, dehogy. Csak leöblítjük egy kicsit a torkunkat. Robin fölnézett, kis falut látott. Az egyik ház előtt egy kövér bőrkötényes férfi állt, a csapos. Robin csak nézte. Ó, ha egyszer még ő is így állhatna, szabadon mozoghatna. Nem is tudja ez az ember, hogy milyen boldog, hirtelen kiáltást hallott. Nini cimborák. Öt-hat fegyveres tűnt föl, egy megkötözött legényt hoztak. Nagyokat taszítottak rajta. A vadászkapitány csípőre tette a kezét, elmosolyodott. Úgy látom, fiúk, is se jöttök üres kézzel. No, örül majd a városbíró, mert mi igazán nagy fogást csináltunk, mutatott a szánra. A környék legveszedelmesebb orvadászát csíptük el. Ezt megünnepeljük, iszunk egyet. Ohó, -oh, mondta a kapitány. Nem úgy van az cimborák. Ki vigyáz ezekre a fickókra? Igaz, jól összekötöztük őket, de azért nem árt egy kicsit óvatosnak lenni. Hát, majd a favágók vigyáznak a foglyokra, nevetett Ned. Úgy vigyáznak, mint az életükre, ebben biztos vagyok, hiszen a fejükkel játszanak. Azért egyikötök kint marad, parancsolta a kapitány. Te Dick, aztán majd felváltunk. Ne félj, neked is hagyunk a borból. A kapitány a legényeivel bement a csapszékbe. Csak Dick maradt a foglyokkal. Morogva járkált a kocsma előtt. Hogy éppen nekem kell itt törködni. Jut is eszükbe leváltani. Willy Robin údra nézett. Milyen meggyötört a tekintete. A kapitány azt mondta, hogy orvadász. Orvadász, ó Istenem! Hát, ha másképpen nem juthatott ennivalóhoz, most ezért jusson Bitóra. Milyen becsületes nyílt arca van, ha ki lehetne szabadítani. De hogyan? Dig bekukkantott a csapszékbe. Egyáltalán nem törődött sokat a foglyokkal. Az ivás jobban érdekelte. Bekiáltott. Mi lesz a leváltással? A társai nem is hallották, csak ittak. A kapitány nagy hangon magyarázott. És ha tudnátok, milyen remek csellel fogtam el a fickót, hát ide figyeljetek. És elmondta, hogy bánt el Robin Hooddal. Dick egy darabig hallgatta, aztán rántott egyet a vállán. Akár ítélet napig is állhatok. Már azt is elfelejtették, hogy a világon vagyok. Miért is örködnél nemes vitéz? kérdezte Villi. Hiszen csak jobb a cimborákkal inni. Téged ki Csak éppen eszembe jutott, mosolygott Willi. Menj csak bederék lovag, majd én vigyázok ezekre a gazfickókra. Nem lehet, mondta Dick, hiszen a kapitány megparancsolta, hogy őrködjem. Kitűnő bort mérnek itt. Nem is beszélve a friss, hideg sörről. A vadász villire nézett, a foglyokra, aztán be az ivóba. Hallgatott egy darabig, majd megszólalt. Ha valami baj lesz, szétlocsantom a fejedet. A két öreget pedig elevenen nyúzom meg. Mi baj lenne, vitéz uram? Hiszen mi örködünk, engedelmesen örködünk. Ezek bizonyára nagyon gonosz fickók, hiszen azért fogtátok el őket, hogy a népet megszabadítsátok tőlük. Dick még morgott valamit, aztán bement az ivóba. Vili csak erre várt. Előkapta a tőrét, s Robin Hoodhoz ugrott. Akkor már az apja is mellette termett. Megfogta a kezét. Mit akarsz, hiszen a fejeddel játszol? Vili kihúzta magát. Nincs idő a beszédre, apám. Kiszabadítom ezt a szerencsétlent. Csak azt sajnálom, hogy a másikat becipelték az ivóba. Nézzen körül, apám, szabad-e az út? Az apa a csapszék mögé húzódott. A másik öreg meg csak értelmetlenül hunyorgott, mintha nem is tudná, hogy mi történik körülötte. Vidi elvágta Robin Hood kötelékeit. Robin Hood fel akart állni, de visszarogyott, úgy elgémberedtek a tagjai. Aztán mégis erőt vett magán. Az íjam, a tegzem, melletted a szánon. Ezek lettek volna a bűnjelek. De most aztán meneküljünk, mert ha elcsípnek, halk füttyent és hallatszott. Szabad az út! Hé, hey! Ellenapó futás? Az öreg ellen vaksin hunyorgott. Látta, hogy a társai neki íramodnak. De miért futnak? Mi történt? Vili még egyszer visszakiáltott. Menekülj, öreg! Egy vadász ugrott ki a csapszékből. Miféle kiabálás ez? Hol a fogoly? Megszökött. És a favágók is. Akkor már kint voltak a többiek is. A kapitány megragadta ellenapó karját. Itt vány, fickó, hova futottak a társait? de meglakolnak. És te miért nem tartottál velük? Mert öreg vagy, ugye? No, de majd segítek a bajodon. Előkapta a tőrét, és szíven döfte az öreget. Az úgy bukott a lábához, mint egy zsák. Ezzel már végeztem, és most kezdődjék az üldözés. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice